A Komáromi VS egy sportlövő szakosztálya hosszú ideje szállítja az érmeket, illetve kiváló eredményeket. Rendkívül sok tehetséges fiatal edz napról napra, Kisvárdai István felügyelete mellett, és a versenyeken meg is van ennek az eredménye. Legutóbb az országos diákolimpián vettek részt Hódmezővásárhelyen. Az általános iskolások nyílt irányzékú légpuskás versenyében a megyei csapatot három komáromi alkotta. Tóth Tamás Bence, Kelkó Balázs és Pekler Zalán Tibor. A országos diákolimpia, ami nyílt irányzékú volt, és 20 lövés. És hányadik helyezés sikerült elérned? Egyéniben is, és csapatban is első. Egyéniben harmadik lettem. Nyílt irányzékú légpuska 20 lövéses versenyszámban. És milyen eredménnyel érted ezt a harmadik helyet? 174 körrel. A csapat jól szerepelt, első helyet sikerült elérni, egyénibe pedig hatodik helyezést értem el. A lányok megyei csapatának Takács Vivien volt tagja, akinek ez volt mindössze a második versenye. Egyéniben 27. helyezést értem el a 32-ből, de viszont csapatban a harmadikak lettünk. Az általános iskoláskorú fiatalok napi felkészülését Miskolci Julianna felügyeli, aki maga is eredményes sportlövő. A diákolimpiai eredményekről kérdeztük. Általános iskolás korcsoportban a fiúk több érmet is szereztek, egyéniben első, harmadik helyet elhozták, csapatban is elsők voltak, illetve a lányoknál egy csapat harmadik helyezést sikerült elérniük. Mennyire szorgalmasak a versenyzők, illetve mennyire kitartóak az edzésen? Hát a fiúk nagyon-nagyon szorgalmasak, a lányok is, csak a fiúknak annyiból nehezebb, hogy ők zárt irányzékkal és nyílt irányzékkal is versenyeznek, ezért hát a diákolimpiára való felkészülés elég feszített tempóban zajlott, mert hogy most november végén lesz az országos bajnokság, és hiába nyíltal kellett lőniük, az zárt irányzékú felkészülést sem szakíthatták meg. A lányok, akik lőnek, ők meg mind csak nyílt irányzékkal versenyeznek. A középiskolások versenyét zárt irányzékú légpuska számban nagy fölénnyel szintén a komáromi sportlövők alkotta, a Komárom-Esztergom megye nyerte. Kapás István, Benci Gergő és Nagy Sándor nem nagyon hibázott. Megrendezésre került a középiskolás diákolimpia, ahol első helyezést értem el csapatban és egyéniben is. Hát 3.92-t lőttem. Második helyezést értem el 3.90 körre. Nekem a saját szintemhez képest ez a verseny rosszul sikeredett, mert előző héten fizikai edzőtáborba vettem részt, és ezért nem tudtunk erre a versenyre készülni. A negyedik helyt értem el 388 körrel. A lánycsapatnak Szíj Katinka volt tagja, aki egyéni harmadik helyével és 386 körös teljesítményével járult hozzá. A csapat és ez mikor lesz ez a kvalifikáló verseny? Katinka gondolom, ez régóta a fő esemény még a hátra időben. Montenegróba volt így az Európa Liga, és ennek az első napján volt ez az Adria Kupa, ahol 393 kör teljesítettem, és sikerül Pén István, ugye a magyar csapat másik tagja, 392-t. Én úgy gondolom, hogy a döntőbe feltételeink egy jobbat adottak, így, nem a lőtér. Holt verseny alakult ki kettőnk között, és hát ilyenkor ugye egy lövést kell lőni, így nekem sikerült nagyobb tízes lőnöm, így én szereztem meg az első helyet, így a Pényi Pisti pedig a másodikat. Múlt héten volt a országos diákolimpia, amin középiskolás lány zárt lépuska kategóriával harmadik helyet szereztem meg, a csapatunk pedig második lett. A komáromi sportlövők nem lazítanak, hiszen ezen a hétvégén újabb versenyek következnek. 6 sportoló Mariborba, Szlovéniába, míg a fiatalabbak közül 4-en Nyitrára, Szlovákiába utaznak. Miskolci Juliannát kérdeztük az idei versenyprogramról. November 13-án Szlovéniába megyünk Mariborba, utána következő héten Budapesten van a Pest-Szent Erzsébeti Lövész Egyesületnek egy ilyen kupája, aztán jön a magyar bajnokság, ez Móron lesz november utolsó hétvégén, illetve december elején megyünk Zágrábba, és december 17-18-án lesz az első válogatóverseny, január 7-én-8-án a második válogatóverseny, ezek a fontosabb állomások.